Sőt, semmelyik kérdésre nem volt kész válaszom, hanem csak leültem és improvizáltam, mert talán így a legőszintébb. Válaszolt volna a kérdésre? Kedvenc kérdésem. Ezt nagyjából, tudom, szerintem 50-en küldtétek. Sziasztok! Már elmondhatatlanul régóta ígérgettem nektek ezt a Q&A videót, amiben ilyen gyakran ismételt kérdésekre szeretnék választ adni. Pontosabban nem olyan rég megkértelek titeket, hogy küldjetek Instagramon kérdéseket, és hát a legtöbbet ismételt kérdéseket válogattam be. Ezek közül is 11 darab kérdést fogok most megválaszolni, úgyhogy akkor fogjunk is bele. Az első kérdés: olyan pozitív és kedves kisugárzásod van, de kíváncsi lennék, hogy mi a legrosszabb tulajdonságod. Hát amúgy sok rossz tulajdonságom van. Talán a legrosszabb tulajdonságom egyébként a lustaság. Pontosabban úgy vagyok lusta, hogy azokhoz a dolgokhoz, amihez nincs kedvem, azokhoz egyszerűen alig bírom magam rávenni, hogy megcsináljam. És hát szerintem pont ezért is van olyan munkám, amiben azt csinálom, amit szeretek, mert ebben tudok jó lenni. A második kérdés: hogyan egyezteted össze a munkádat az anyasággal? Ugye Laura még csak másfél éves, úgyhogy nem vállalom agyam magam munkákkal, de egyébként úgy egyeztetem össze, hogy csak olyan munkákat vállalok el, amit meg tudok oldani, vagy úgy, hogy valaki vigyáz a Laurára, vagy úgy, hogy a Laurával együtt is akár meg tudom csinálni itthonról például. Akkor a harmadik kérdés: olyan tökéletesnek tűnik az életed, ez tényleg így van, vagy neked is vannak nehézségeid? Hát ezt a kérdést amúgy rengetegszer megkapom, hogy tökéletesnek tűnik az életem. Az Instagramon, minden egyéb ilyen platformon nyilván mindenkinek az élete tökéletesnek tűnik, mivel egyikünk se tölt fel a nehéz pillanatokról képet, és nem feltétlenül azért, mert ettől képmutatóak vagyunk, hanem mert a nehéz pillanatokban szerintem mindenki befelé koncentrál, vagy mindenki a probléma megoldásán van, esetleg nem az Instagramot pörgeti, és nem fotózkodik azért, hogy valamit ki tudjon rakni. Mindenféle apró cseprő vitákról és hasonlókról teljesen fölösleges lenne szerintem Instagramon posztolgatni. Úgyhogy a kérdésre válasz: igen, nekem is vannak nehézségeim, igen, én nekem is van sokszor olyan, hogy nincs kedvem semmihez, vagy hogy nehezemre esik valamit megcsinálni. Ugyanakkor hozzátenném, hogy én nagyon szeretem az életemet, nagyon büszke vagyok arra, ahol tartok. Nagyon örülök mindannak, hogy a családom olyan, amilyen, mindannak, hogy a munkám olyan, amilyen. Így őszintén azt mondhatom, hogy számomra az én életem tökéletes. És mindenkinek kezdtem tanácsolni, hogy a saját életével foglalkozzon ilyen szempontból, ne másokhoz méregesse magát, hanem tényleg azt szeressük, amink van. Gondolkoztál azon, hogy legyen gyakornokod? Én nagyon szívesen jelentkeznék. Egyébként ennek a kérdésnek nagyon örültem, mert őszintén nem gondoltam eddig arra, hogy jó ötlet lenne egy gyakornok, bár rengeteg dolog lenne, amiben esetleg ő tudna nekem segíteni, vagy amit én tudnék esetleg tanítani, vagy átadni. Úgyhogy ezt átgondolom majd. Hogyan nyerted vissza az alakod szülés után, és mennyire vagy elégedett a mostani alakoddal? Kezdeném azzal, hogy mennyire vagyok elégedett a mostani alakommal, mert egyelőre nem vagyok elégedett a mostani alakommal, ami hülyén hangozhat, hiszen szerencsére tényleg nem vagyok nagyon távol az ideális alakomtól, de ettől függetlenül nem vagyok elégedett, vannak különböző területek, amiken szeretnék változtatni. Viszont én már ezért is sokat dolgoztam, hogy őszinte legyek. De magamhoz képest, egy olyan emberhez képest, akinek a sport nem volt az élete része, azért ez egy nagy változás, és én úgy érzem, hogy komolyan teszek azért, hogy visszanyerjem az alakomat, de mivel nem érzem úgy, hogy élethalál kérdés lenne, nem érzek magamon olyan igazi nyomást, és imádok enni, így azért nem szivatom magam túlságosan ezzel, hanem remélem, hogy szépen lassan azért elérek majd odáig, ahova szeretnék. Kedvenc kérdésem, ezt nagyjából, tudom, szerintem 50-en küldtétek, hogy mikor jön a kis tesó? Hát a Dávid válaszolna erre, akkor minél hamarabb. Én viszont most úgy érzem, hogy egyelőre egy picit talán még várnék vele, de mindenképp szeretnék második gyereket, én is, Dávid is, úgyhogy reméljük, hogy lesz kis tesó. Akkor a hetedik kérdés: hogyan ismerkedtetek meg Dáviddal? Először a gimnáziumunk udvarán találkoztunk,
ha is most talán valami félpoénos dolgot mondott nekem, amivel egyébként kicsit meg is sértett, és így elkönyváltam magamban, hogy oké, ennek a srácnak biztos nem tettem. De amúgy a gimnáziumban ismerkedtünk meg, ott lettünk szerelmesek, és hát ennek már 11 éve, de még mindig nagyon szeretjük egymást szerencsére. Tök random, teljesen más kérdés. Mit csináljak, hogy több követőm legyen Instagramon? Szerintem a legfontosabb ilyen esetben, hogyha azt szeretnéd, hogy több követőd legyen Instagramon, akkor az az, hogy folyamatosan gyárts minőségi tartalmat az Instagramodra, és ne az legyen a célod, hogy több követőd legyen, mert ez alapvetőleg egy rossz cél. Nem ettől lesz valakinek több követője, hanem attól, hogy valami olyan tartalmat szeretne gyártani, amivel másoknak segít, vagy amivel másokat inspirál. Úgyhogy szerintem elsősorban próbáld meg kitalálni azt, hogy mi az, amiért mások szeretnének téged követni, hiszen ha abból az irányból nézed, hogy te mit adhatsz a követőidnek, akkor sokkal valószínűbb, hogy olyan tartalmakat tudsz majd gyártani, ami miatt elkezdenek téged követni. Az egy másik kérdés, hogy hogyan fedeznek fel, mert erre már vannak különböző lehetőségek, mint például az együttműködések, a reklámok használata, egyéb más platformokon való hirdetés, úgyhogy igazából én ezt tudnám tanácsolni, hogy első körben a tartalomra és a gyakoriságra mindenképp figyelj oda. Miket eszel általában egy nap? Mondanám, hogy rettentő egészségesen élek, de sajnos azért ez nincs így, viszont azért igyekszem, tehát figyelek rá. Reggelire a leggyakrabban tojást szoktam reggelizni, kenyérrel, esetleg avokádóval, plusz próbálok zöldséget enni hozzá, de igazából én annyira nem szeretek reggel zöldséget enni, úgyhogy inkább zöldturmixot szoktam, ha épp összeszedem magam annyira, hogy igyak, azt is. 10 óra ízni nem nagyon szoktam, de ha mégis, akkor ott eszem valami banán, joghurt szerűséget, mert Laurának ezt adom, és akkor én is ezt eszem. Ebédre teljesen változó, vagy valamilyen tésztát szoktam enni, ami nem a legegészségesebb, de imádom, vagy rizs, zöldségekkel, hallal. Uzsonnára általában valami gyümölcsöt szoktam enni, mert akkor is igazából Laurának adok gyümölcsöt, úgyhogy akkor már én is eszem belőle. Vacsorára pedig nagyon szeretek avokádós tósztot enni, esetleg pizzát, hogyha bűnözünk. Mi az a ruhadarab, amit a legtöbbször hordasz? Egyértelműen a farmer. Imádom a farmerokat. Honnan tudtad, hogy Dávid az igazi? Őszintén szavára nincs egy kész válaszom. Erre annyira nehéz válaszolni, mert ezt szerintem az ember egyszerűen tudja. Én inkább azt tudtam, hogy nem tudnék olyan boldogan élni nélküle, mint amennyire boldogan élek vele, mert imádom tényleg mindenét, úgyhogy még a hülyeségeit is. Úgyhogy nekem inkább ez volt a válaszom arra, hogy tudjam, hogy ő az igazi, hogy sokkal boldogabb vagyok vele, mint nélküle, bármikor. Remélem tetszett nektek a mai videó, egy kicsit talán jobban megismerhetetek, hogy milyen is vagyok valójában. Hogyha van még esetleg valamilyen kérdésetek, akkor ezt írjátok meg kommentben a videó alatt, és egy következő Q&A-ben megválaszolom, valamint ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!